Emelik jövő év elejétől a gyermekpénzt és a nyugdíjakat is. Erről már Józ Budai munkaügyi miniszter számolt be. 2022. január 1-től ugyanakkor a minimálbér értéke is nő. Aláírta és elküldte a két véleményező minisztériumnak a miniszteri rendeleteket a gyermeknevelési támogatás, illetve a nyugdíjak emeléséről, nyilatkozta Máriusz Budai. A gyermekpénzt a kormányprogramban leszögezett összeggel növelik, azaz két éves koriga támogatás összege 600 lei lesz, ezen felül pedig 243 lei. A nyugdíjpont értéke is nő január 1-től. Emelni fogjuk a szüleink és nagyszüleink nyugdíjának minimális értékét a jelenlegi 800 lejről 1000 lejre, nyugdíjpont értéke pedig 1442 lejről 1586 lejre emelkedik. Emellett a koalícióban már dolgoznak egy másik tervezeten is, amelynek értelmében az 1600 lejnél kisebb nyugdíjak esetében januárban egy egyszerű, a tervek szerint 1200 lejes támogatást nyújtanak majd, hogy átvészeljék az energiaárak emelkedése, illetve az infláció okozta anyagi nehézségeket. A munkaügyi tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy 2022. január 1-től a minimálbér értéke 2550 lei lesz.